Vladimir Ilyich Ulyanov, későbbi nevén Lenin, a történelem legmegosztóbb személye, akinek nevéhez köthető a bolsevista rendszer kiépítése az egykori cári Oroszország területén, és ezzel előkészítette a szovjetekből összetevődő nagy államegységet, a Szovjetuniót. Ebben a videóban róla hoztam néhány érdekességet. Lenin viselkedésében óriási mérföldkőnek számított édesapja halála. Apja 53 évesen agyvérzésben hunyt el, Vladimir bátyja már egy ideje nem tartózkodott a szülői háznál, így a családfő Lenin lett, aki viszont szemtelenebb és kezelhetetlenebb lett, gyakorlatilag édesanyja fejére nőtt. Így történt, hogy a mélyen vallásos családból származó Vladimir Ilyich Ulyanov 16 évesen ateistává vált. A vegyes etnikumú nagyszülői háttérnek köszönhetően tudott franciául és németül. Lenin nem igazán bízott az orosz egészségügy és az orvosok munkájában. Már fiatalkorától kezdve egy örökletes gyomor probléma nehezítette az ő életét, amit nem kezeltetett és nem is vizsgáltatta meg magát. A betegeskedését egyes feltételezések szerint vérba is okozhatta, mivel Lenin gyakran látogatott bordélyházakat és örömlányokkal vetette körbe magát. A betegséget viszont még nem tudták bebizonyítani, hogy szifilisz lenne, mivel a mai napig nem vehet senki sem mintát Lenin maradványairól. A Lenin vezetéknév egy forradalmi írásokhoz használt álneve volt Vladimirnek, amit 1901-ben használt először. A mai napig nem tudni, miért választotta ezt a nevet. Csupán feltételezni lehet, hogy a Léna folyóhoz van köze. A teljes álnév, amit publikációihoz használt, a Nyikolaj Lenin volt. A Nyikolaj akkoriban a leggyakrabban használt keresztnév volt, ez pedig az idő előre haladtával lekopotta Lenin elől. Lenin többször volt emigrációban, vagyis önkéntes számüzetésben, mivel az orosz cári rendszer nehezen tudta elfogadni a kommunista nézeteit. Azért, hogy minél nagyobb tömegeket vonzon be magához, emigrációi alatt mindig módosította a párt programján, illetve újabb és modernebb szemlélettel igyekezte az akkori munkások elé tárni a marxizmust. 1922-ben agyvérzést kapott, amitől a teste bal fele lebénult. Haláláig még publikált és tervei voltak a jövőre nézve. Halálához köthető a legnagyobb rejtély. Hozzájárultak eddigi betegségei, a gyomor problémái, agyvérzése, a Párizsból vélhetően összeszedett szifilisze, illetve az ellene elkövetett merényletből származó sérülése is. Az őt megvizsgáló 27 orvosból viszont csak 8-an írták alá a boncolási jegyzőkönyv megállapítását. Lenin a terror alkalmazását úgy értelmezte, mint polgárháborús eszközt, amit a békeidőkben korlátozni, vagy le kell váltani politikai bíróságokra. Talán ez az egyik fő gondolat, amivel eltér az ő hatalmi rendszere Sztálinétól, annak ellenére, hogy a bolsevista rendszer alappillére volt a terror, a hatalom egyik legfontosabb eszköze. Annak ellenére, hogy Lenin ateista volt, karácsonykor, ha voltak vendégei, és azok különösen gyerekek voltak, akkor a karácsonyfaállítást, mint hagyományt megtartotta. Ismerte személyesen az orosz drámaírót, Gorkyt. Capri szigetén 1908-ban Lenin épp sakkozott Alexander Bogdanovval, miközben az író mellette ült. 1913-ban járt az osztrák-magyar monarchiában is túrázni, Zakopane hegyeiben. Az utolsó fénykép talán az, ami a legnagyobb elméletgyártó kékessége. Lenin láthatóan már az agyvérzése utáni állapotban, egyes olvasatok szerint már nehezen beszámítható elmével ül a tolószékében. Lenin holttestét a halála után bebalzsamozták, majd a Vörös téren felállított mauzóleumba helyezték. A mai napig ott látható.